Nagyszerűen kezdte a mérkőzést a hazai együttes, a nyíregyháziak látványosnál látványosabb kosarakat szerezve 30 pontig jutottak az első negyedben, szemben a vendégek 12 pontjával. A második 10 percben újabb 10 pontot tettek hozzá előnyükhöz a nagyon motivált kékcápák, akik a fordulás után sem vettek vissza a tempóból. A harmadik negyedet 10, a negyediket pedig 14 ponttal nyerte a valamennyi játékosát pályára küldő házigazda, amely végül 41 pontos győzelemmel zárta a találkozót. Nagyon készültünk az Egerre, tudtuk, hogy ilyen nehéz ellenfél lesz, mert nem igazán olyan kosárlabdát játszik, amihez hozzá vagyunk szokva, kicsit grunkosabb labdát, inkább streetball jellegűt, sok egy-egyel, erre készültünk, és szerencsére sikerült megoldani. A forduló előtt 6 győzelmet számláló egriek edzője értetlenül állt csapata teljesítmény előtt. Milyen tudásunk alatt játszottunk, de ezt jól kihasználta, hogy Nyíregyháza jól játszottak. Hát azért mi nem ennyit tudunk, ez meg ilyen gyenge nap volt. Amikor bárhogy cserélsz, bárhogy állsz, bármilyen taktika van, a játékosok sajnos mélyen a tudásuk alatt teljesítettek. Néha a Tóth Zoliból előjött a igazi énje, de sajnos a többiek nem voltak partnerek benne. A forduló további eredményei a következők: Nagykőrös Tiszaújváros 95-61, Budapesti Honvéd Békés 77-66, Óbudai Kaszások Debrecen 75-87, Hódmezővásárhely Salgótarján 95-87 és Miskolc Mavsz 2 109-77. A tabella élén a Miskolc áll 12 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Hódmezővásárhelyt. A Nyíregyháza Blue Sharks 9 győzelemmel és 6 vereséggel a negyedik helyen várja a következő fordulót, amelyben a Budapesti Honvéd otthonában lép majd pályára.